A Szent István sugárúton a toronyház mellett folytatódott sajnálatos módon az a csatorna előregedésből adódó hiba sorozat, amely már néhány éve érintette a településnek ezt a részét. Az a rész, ahol az előző felújításban már nem került vizsgálatra, illetve felújításra a szennyvízhálózat ezen része, ott egy sajnálatos alámosódás történt, és beszakadt az úttest. Már a délelőtti órákban vizsgálták a szakemberek azt, hogy valami nem működik. Ugye vizsgálták a csatorna belsejét, és nézték azt, hogy előfordulhat esetleg komolyabb is, így folyamatosan figyelték, és mielőtt még bármilyen baleset történhetett, természetesen megtörtént az útszakasznak a lezárása, figyelem mellett kísérve az, hogy egyáltalán mi történik, így gyakorlatilag a szemünk előtt játszódott le az a folyamat, amelyben az aszfalt rész leszakadt, tehát itt voltak folyamatosan a szakemberek, kezelték a problémát, és természetesen a megoldáson is dolgoznak, amely várhatóan azért néhány napot igénybe fog venni. Holnapi napon kamerával meg lesz vizsgálva, hiszen amikor az előző felújítás történt, az átadásnál megnézték, hogy a további szakaszok mennyire érintettek. Akkor úgy tűnt, hogy ez a rész nem kell, hogy beavatkozásra kerüljön, de hát ugye várható az élettartamában adódóan, hogy előbb-utóbb azok a részek, amelyek nem kerültek, akkor felújításra is biztos, hogy a következő időszakban szükségessé fognak válni. Ennek orvoslására már benyújtottuk a belügyminisztériumhoz azt a pályázatunkat, amely a szennyvíz-gerinc vezetéket, főleg ezt az utat érintőleg felújításra kívánja az önkormányzat ebből a pályázatból. Bízunk abban, hogy pozitív elbírálása lesz, és nem csak ezt a szakaszt tudjuk javítani, amely most kötelező lesz, hiszen ilyen úttesten nem lehet forgalmat bonyolítani, de félő az, hogy a további szakaszok is hasonló sorsra jutnak, emiatt mindenképpen szükséges az, hogy ehhez a forráshoz minél hamarabb hozzá tudjunk jutni. Én arra kérem a lakókat, hogy egyrészt fokozatosan figyeljenek oda a közlekedésre, a rutinnak megfelelően, hiszen ahogy mondtam is, néhány napot az előkészítés, a vizsgálat és utána pedig a helyreállítás is igénybe fog venni. Tehát körültekintően vezessenek, nagyon óvatosan vezessenek, főleg a piac környékén, hiszen érinteni fog olyan napokat is, amikor azért nagyon nagy forgalomra lehet számítani, illetve arra kérek mindenkit, hogy ne közelítse meg ennek a sajnálatos alámosódásnak a helyszínét, hiszen nem állt meg ez a folyamat, előfordulhat az, hogy a partrészekről további aszfaltdarabok szakadnak le, nem szeretnénk, hogyha bármiféle olyan baleset történne, amelyet most egyelőre meg tudtunk előzni.